Köszöntöm a korhatártalanul nézőit, és nagy szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Dévai Nagy Kamillát. Szervusz, Kamilla! Szervusz, én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. És nagyon örülök, mert ugye nem vendéget, hiszen a gitárod neked nem vendéget, hanem társad, de hogy hoztad magaddal, mert akkor egész biztos vagyok benne, hogy adott pillanatban azért valamit hallunk is majd tőled. Amikor hívtalak telefonon, nem is tudom, hogy meglepődtem, -e, de ugye mondtad, hogy aj, most is tanítok, meg még estig tanítok, úgyhogy inkább gyorsan beszéljük meg, amit szeretnénk. És akkor átvillant rajtam, hogy valaha a pályát kezdetén te zenepedagógus akartál lenni. Tehát végül is a sorsod mégiscsak úgy alakult, meg úgy alakítottad, hogy a tanítás az ott maradt az életedben. Igen, hát a tanítás az az egyik legkedvesebb foglalkozásom lett volna annak idején. 11 éves koromban határoztam el. Hát bármerre néztem a családba, édesapám tanár volt, nagymamám tanár volt, nagynénéim tanárok, a híres nevezetes Nagy Enyedi Betlen kollégiumban tanít most is unokatestvérem. Tehát egyszerűen má, mást el se tudtam volna képzelni, Nem, és jövés? nagyon boldog lettem volna, igen, ezzel, hogy én tanítok. Mi volt az, amiért te ennyire tanítani akartam? Mert például az én édesanyám is pedagógus volt, és én egyáltalán nem akartam tanítani. Én nekem volt egy... Na, sok balesetem volt, <laughs> de, de volt egy olyan baleset, ami nagyon megtanított arra, hogy nagyon, nagyon sokat számít az emberekkel való kapcsolat, illetőleg a, a tulajdonképpen a tudás továbbadása. És ez pedig az volt, hogy 1961-ben eltörtem a gerincemet. Nem rosszalkodtam, nem ez volt, nem az volt, egész egyszerűen, amikor a szivaccsal jöttem visszafele, fiú WC-ből kinyúlt egy láb, és én ahogy így mentem, nem így gáncsoltak el, hanem így hátulról. Oh. Tehát én úgy hanyat vágódtam, hogy mindjárt gerisztörés lett belőle, és hát kórház, operáció, minden csuda, és nagyon megtanultam, tehát javamra vált ez a nyavaja is, mert megtanultam az embereket megmérni, hogy hogy, hogy állnak hozzám, hogy amikor ott vagyok, és mindig játékmester vagyok, mester énekkar vezető, akkor, akkor természetes, hogy ott állnak körülöttem, és szeretgetnek, mert csinálok valamit. Na de amikor nyavajás vagyok, és bajban vagyok, és kell húzni nekem akár minden nap a leckét, hogy véletlenül se maradjak le az osztályomról, hát akkor, akkor megtanultam ezt. És a későbbiek folyamán, tehát ahogy jöttek és átadták nekem a leckéket a különböző diákok, és ahogy a tanárok is kijöttek a kórházba, és ott vizsgáztattak engem, én úgy felnéztem rájuk, az én szememben két járó angyalok voltak. És aztán a későbbiek folyamán, ilyen huncut, huncut módon e, is ez tolult elő belőlem, hogy, hogy tanítani szeretnék, hogy kérdeztek valamit, amit esetleg én se tudtam például fizikából, Olyan. ami nekem rezgős terület. Igen. De a lényeg az hoz, hogy mondták, hogy, hogy nem segítenél? Hát mondom, mit nem értesz ezen? És elkezdtem olvasni a könyvet, és a könyvből úgy, úgy nézett ki, hogy nem jött rá az illetős, hogy én nekem se volt róla fogalmam, mert azáltal, hogy elolvastam, és próbáltam neki magyarázni, azáltal rájöttem az értelmére. És azt kell mondanom, hogy hogy az, hogy Végül is taníthatok a mai napig, illetőleg 27. éve tanítok, az pedig egy autós balesetnek köszönhető, de hát ezt rád bízom, hogy olyan erről olyan mennyit kérdezel. kérdezel. Én minden esetre azt a balesetet is isteni csodának tekintem, mert különben sohasem jutottam volna a katedrához, és most se hivatalos katedrám van, csak azt csinálom, amit szeretek. És ezt nagyon szeretem, és nagyon, nagyon vártam akkor is, hogy, hogy taníthassa pedig téged gyorsan és nagyon korán felfedezett magának, ugye először a televízió, a nyílik a rózsa, a röpűpáva. akkor azt a kislányt, aki tanítani akart, hogy tudták odatuszkolni a kamerák elé, sőt, nem is egyszerűen a kamera elé, hanem egy ilyen versenyhelyzetbe? Hát ott kezdődik a dolog, hogy nem is én jelentkeztem. Mert olyan mértékben én belőlem tökéletesen hiányzott ez, hogy én megmutassam magam, pedig mindig mindenütt énekeltem. De az olyan természetes volt, az, hogy versenyformában, az pedig nem volt természetes. Én nem akartam versenyezni. Úgyhogy a zongoratanárnénim írta meg a jelentkezési lapot, és ráadásul meg akkorra pont nagyon keményen berekedtem, igazán berekedtem, igazán hang nélküli, tehát nem aféle féle faxni volt, vagy rémület, hanem tényleg elment a hangom, és nem akartam elmenni. Az apukám meg azért ugye, jó, professzor módján azt mondta, hogy amit elhatároztunk, az nem meglógsz, fiam, hanem akkor mérettesd meg magad, ha Erzsi néni azt mondja, hogy van tehetséged, akkor menj el, mutasd meg. Nem azt jelenti, hogy énekes kell belőled legyen, de menj el, ne hátrálj meg, ne szökj el a feladat elől. Úgyhogy nagy nehezen beparancsolt a Skodába, volt egy ilyen fecskefarkú Skodánk, és és hát akkor a lengyelfi Miklós Most, uh, várt, igen, ő volt ott, és hát a zsűri tagjai, a Kovács Apollónia, akkor uh, a, hú, nagyon nagyos Béres Ferenc, Török Erzsi, Ilyen emberek voltak. És a korosztályom a rádió... természetesen tudja, hogy kiről beszélünk. A Igen. fiatalabbaknak meg azt mondom, hogy élő legendák voltak, már akkor is mondhatjuk Igen. így igaz. Igen. És ez a Rádió 13-as stúdiójában volt, és én már még a stúdióba se akartam bemenni, és apukám előrelátó volt, ismerte a lányát, hogy ha valamit az nem akar, az nem csinálja meg. Úgyhogy hóna alá kapott egy ócska eh, Tesla magnót, <laughs> ilyen orsós magnót, ilyen, ilyen magnószalagos magnót, Magnót, és hát amikor engem szólítottak, én mondtam, hogy én nem megyek be, mert engem csak a tanárnéni jelölt, én itt vagyok, mert az apám rám parancsolt, de én nem megyek be. És akkor az apukám ment be a hóna alatt a Magnóval, és aztán hát természetesen én is beslattyogtam, de nagyon utálkoztam. És akkor az apukám elmondta, hogy én nekem ilyen gondom van, hogy én nem akarok szerepelni, de ő úgy gondolja, hogy ha jön a feladat, akkor álljak szembe vele, és hogy me hallgassák meg a magnót, mert ez a lány nem hajlandó megszólalni. És tényleg az volt, hogy én makacsul úgy el is határoztam, hogy egy szót, egy nyek, annyit sem mondok, és akkor lejátszotta a magnót, és a lengyelfi Miklósnak egyetlen olyan mondata volt, amivel engem meg lehetett szólaltatni semmivel nem lehetett volna, csak akkor, ha meggyanúsít, hogy nem én énekelek mm -hmm. a magnót. Mert azt mondta, hogy ez olyan szép, hogy nem is hiszem el, hogy te énekelted. Uh -huh. Na ettől, mi az, hogy nem a én énekeltem, attól legjelent. megszólalt bennem, és aztán akkor mondtam, hogy gyereket vagyok, meg minden, de végül is elénekeltem, és hát így jutottam tovább. A gitár hogy lett a társad? Tehát akkor erre nem emlékszem, pedig akkor még nagy tévénéző voltam én is, még nem dolgoztam a televízióban. Rögtön a, a már gitárral mentél, ugye? már a nyílik a, nyíli Én voltam az egyetlen. Úgy, úgy hívtak akkor, hogy a kis gitáros lány, mert ráadásul meg a zsűri azonnal kihajított. Pont a gitár miatt. Hogy a gitár hogy nem nyílik a... a népdal. A népdal és a gitár az nem, nem egy. És aztán ezért kihajítottak, és a közönség visszaszavazott. Már a Nyílik a Rózsába. Uh -huh. És akkor a közönség még egyszer kihajított. A zsűri, a zsűri. Még egyszer. Bocsánat, bocsánat. A, a zsűri kihajított másodjára is, és akkor én azt gondoltam, hogy mindent befejeztem. Na csak, hogy emlékeztek rám, és amikor az első röpőpávát megrendezték, akkor ab óvó hívtak már uh -huh. engem is, úgyhogy. úgyhogy Hát tulajdonképpen én voltam az első, aki gitárt énekeltem népdal. De hogy kezdte el a 60-as években a gitár? Tehát mi volt, ami a gitárhoz, és nem a zongora, és nem a, nem tudom, hegedű, és most sorolhatnánk még hangzereket, de hogy a gitárhoz nyúltál, és, és, ugye egy életre szóló társad lett a gitár. Tehát hogy került az életedbe? Ez úgy, hogy Akkoriban mindenkinek gitár kellett volna, és mindenki ilyen jeje yeah, yeah, meg hát Beatles korszak, 1968-at írunk, hát akkor mindenki meg volt vadulva, hogy gitározzon, és én is először még, még ide-oda húz a szív, ilyeneket énekeltem a gitárral. Nagyon nehezen, mert senkitől nem tanultam, és saját magamtól kellett megtalálgatnom, úgyhogy semmit a mai napig nem úgy fogom az akkordokat, ahogy, ahogy hivatalosan kellene. De hát hála Istennek, ezt most már elfogadták így, nagyon a... rég. Az a, az, az a fontos, hogy a hangzásban meg legyen. Szép legyen, jó legyen, és hát általában azért akárhogy fogom, de a hang, ami kijön belőle, az, az normális szokott lenni. Tehát először én is, így ilyen bitliszkorszakba korszakban is, ilyen egyszer kezdtem el, és volt egy osztálykirándulás. Ez a negyedikes eh, osztálykirándulás volt, és egész egyszerűen ott egy, egy ilyen faházban eh, szállásoltak el bennünket, és a természetesen vedd elő a gitárodat, és én nyomtam nekik, és mm -hmm. akkor eh, egyszer csak úgy mindenki már elfáradt, tényleg éjfél után voltunk. Már azt hiszem, hogy mindenki aludt, és akkor egyszer csak eszembe jutott, hogy mit szokott nekem az anyukám énekelni. És akkor úgy, úgy kék, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, begyöngyen jár, micsoda madár. És akkor, akkor előjöttek ezek a dalok. És elkezdtem ott saját magamban, mert én mindig is éjszakai bagoly voltam, és a többiek, mondom, aludtak, Kivéve az osztály nagy vagánya, az, aki mindig mindent fumigált, és nem tetszett neki, és se, se, ilyen volt. No ez a legény ébren volt még, és amikor én leálltam, és azon gondolkodtam, hogy hát ez nekem nagyon tetszik. Hát ilyet kéne inkább énekelni, nem, nem táncdalokat, meg, meg rockénekeket, hanem hanem nekem ez, ez, ez tetszik. És amikor így ezzel úgy magamba elvoltam a gondolattal... Ez az osztály vagánya megszólalt így. Csak így foghegyről, hogy még. Istenem. Ez akkora Aha. dicséret volt, és akkor elkezdtem, és ott azon az éjszakán, de ahogy beszélem, uh -huh. is tiszta lútbőr vagyok, mert azon az éjszakán dőlt el, hogy onnantól kezdve soha más nem énekeltem, csak virágénekeket. Mert először ilyen, ilyen kocka formában, uh -huh. akkor a virágének, mert ahhoz a gitár is illik, később azért mégiscsak át, átvittem magamat a népdalok környékére, mert megpróbáltam, hogyha, hogyha így pengettem, úgy pengettem, akkor vagy a cimbalmot tudom utánozni, hogyha úgy, úgy használom az ujjaimat, vagy pedig ba, akkor már a brácsánokkal a szerepét uh -huh. is esetleg le tudom játszani, vagy ütőgardon, vagy hasonlók, és akkor nagyon komolyan elkezdtem azzal foglalkozni, hogy hogy arra a szegény népdalra ne próbáljak ráerőltetni valami olyan ruhát, amit nem visel el. És akkor akkor arra is rájöttem, hogy ezt ilyen arpeggio módon, csak ilyen simán pengetve a parlandó dalokat gyönyörűen lehet hozzá idomítani, úgyhogy Később Sárosi Bálintól, aki, aki nagyon nem jó szemmel nézte a én gitárral való működésemet, később egyszer azt nyilatkozta, hogy ha valaki gitárt fog a népdalok kíséréséhez, akkor azt úgy tegye, mint a Dévai Nagy Kamilla. Úgyhogy Te ez volt a nagy, dicséret, szóval. nagy nagy dicséret, igen. Kamila, nyilván egy ilyen gazdag életutat nem fogunk most végigjárni lépésről lépésre, annál is inkább, mert három kötetben ugye megírtad az életed történetét. Azzal, hogy te a röpű pávát megnyerted, azzal előtted úgy kitágult a világ, nem ez a kicsi ország, ahol élünk, hanem az egész földkerekség. És úgy öntöttem, hogy ma veled egy Iszi picit beszéljünk Sík Olgáról, aki énekes, Jaj. jön ide, mind azt mondja, hogy és az Olga néni, és az Olgi néni, hogy most mondd el végre te, hogy mi az, amit ő nektek adott, és nem is arra gondolok, hogy szakmailag, hát az egyértelmű, de mi az, amit ő tudott, és ami, amivel titeket, akik hozzájártatok és tanultatok, úgy röpített. Én olyan sokat köszönhetek neki azt, hogy, hogy november 10-én lesz 55 éve, hogy én színpadon állok, és hogy ez a valami, ez itt szól, pedig ebből csak egy darab van, egy darab gg van az embernek, és azt én, én nagyon sokszor a tűrés határig vittem, mert áténekeltem hosszú éjszakákat, ilyen nyolc órán keresztül is énekeltem. És soha nem az volt, hogy most sálat hordjak, meg ne igyak hideg vizet. Én mindent hűtőszekrényből lettem, hát. ittam, és, és, síkolgának köszönhetem azt, hogy nekem ma még szól a hangom. Először is egy, egy fantasztikus ember volt, nagyon, nagyon jó humora volt, nagyon jó emberismerete volt, kiváló pedagógus volt, pontosan tudta, hogy aki ott áll a zongora mellett, abból mit lehet kihozni, hiába az illető még nincs róla meggyőződve. Én belőlem egy a zongorán ilyen, ilyen távolságra lévő e, e, disz hangot, é hangot, majdnem háromfonalas é hangot kihozott belőlem, pedig én nem voltam olyan nagyon szoprán, de ő kihozta belőlem. Az igaz, hogy időnként sírtam, időnként csapkodtam, meg, meg tördeltem a kezeimet, meg tapostam a lábaimat, meg hát nyeltem vissza szépen a dolgokat, mert jött és mondta és magyarázott. És ezzel kapcsolatban, eh, szóval olyan, olyan áriákat énekelhettem vele, hogy például amikor a működési eh, engedélyemet megszereztem, az egy koncert énekesi, opera énekesi vizsga volt. Kruszalka áriája volt, amit, amit, énekeltem, és képzeld el, hogy, hogy szállt és boldog voltam, hogy ez kijön belőlem. Ugyanakkor a lelkemben sajnáltam, hogy miért ebbe az irányba taszít engem a sors, meg Olginéni. És képzeld el, hogy 1974. június 16-án a Sipos Jenő úr, aki az operaháznak akkor az intendánsa volt, de azt hiszem nem így nevezték, minden esetre ő volt a főfő fő atya úristen. tőle függött minden. És nem az volt, hogy behívták az énekeseket, hanem az énekeseknek, az énekeseknek kellett jelentkezni meghallgatásra. S képzeld el, hogy Olgi néni, hogy jú, június 16-a megtárgyaltuk még azt is, milyen cipőt vegyek fel, milyen ruhába legyek, hogy legyen a hajam, feltétlenül menjek el Fodrászhoz. Szóval lázban De volt. ő ott volt volna téged ő, az Ő boldogan, hogy ilyet, hát, hogy a Sipos Jenő szólt, ez, ez ilyen nagyon rég. Még akkor nem volt ott a Sasszilvia, és, és lényeg az hozzá, hogy engem be akartak oda, vinni az operában. Akkor gyönyörűen szólt a hangom. No, eh, és képzeld el, egész éjszaka nem aludtam. Napközben is se enni, se inni, se szuszogni, semmit nem bírtam tenni, és képzeld el, hogy nem mentem el. És ez egy olyan választópont volt, mert éreztem, hogy akarják, hogy én ezt csináljam. És hát ilyen kis nátszál voltam, és dőlt belőlem a hang, hát pont az kellett. És, és féltem, hogy megfelelnék. Egyrészt nagyon örültem neki, e, borzasztóan boldog voltam, ugyanakkor meg féltettem ezeket a kicsi dalokat, hogy akkor, akkor ezek a dalok, hát ezeket nem lehet ilyen operáriázva énekelni, ez, 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 nem lehet. Tehát én most itten válaszúton vagyok. Ez olyan pont, ahol el kell döntenem, hogy erre vagy erre. És ezt a döntést magad és hoztad meg, nem hoztam. konzultáltad meg családdal, Senki. Senki. És én olyan Súlya. rosszul voltam, hogy nem mm. tudom elmondani. És a drága síkolganéni tíz évig nem szólt hozzám. Én tíz éven keresztül mindenhonnan, a világ minden sarkából, Ausztriá, Ausztráliából, Dél-Afrikából, mindenhonnan írtam neki, és megvannak azok a képeslapok, ahol ezerszer köszönöm, hogy én, én itt lehetek az Olgi néninek köszönhető. És, és a, a hálám az végtelen volt, de tudtam, hogy kegyetlenül megbántottam. Hogy mennyire azt most tanárként, amikor esetleg az én diákom nem én látom benne, is tudom, hogy ott van, de nem csinálja, akkor, akkor azt érzem, mm -hmm. amit eh, És a legédesebb az volt, hogy tíz év múltán a Fészek klubban futottunk, de teljesen véletlenül össze, megláttuk egymást, én, mint a nyúl a vadászpuska előtt, Olgi <laughs> néni meg villámló szemekkel, és aztán álltunk egymással szembe, egyszer csak ő lépett egyet felém, akkor már én is, uh -huh. és egymás nyakába voltunk, hiszen nagyon szerettük egymást. És és akkor Olgi néni, amikor átölelt, és mind a, mind a kettőnknek potyogott a könnye, akkor azt mondta, hogy hát fiam, tudod, nagyon haragudtam rád, mert te az én álmomat is elvetted. Te ott lennél a világ 10 ott lettél volna a világ tíz legjobb opera között. De ezen az úton, amelyen te magad indultál el, ott te vagy az első. Csak. És ez volt a béke kötés, szóval ez csodálatos volt. Egy picit az időben csak annyit ugranék vissza, hogy Ugye ezt már kicsit meg is beszéltük, meg a könyvben nagyon tetszik, ahogy leírod, hogy kézzel lábbal nem akartál a színpad irányába mozdulni. Hogy be tudod úgy azonosítani, hogy mégis mi, mennyi év múlva, és mi volt az a pillanat, amikor azt érezted, hogy mégiscsak ez az én világom, és itt a helyem. Hát igen. Először tényleg. Eh, Miért, miért keveredtem a színpadra? Azt azért hadd javítsam ki, nem nyertem Igen. én meg a röpőpávát, csak ott voltam a győztesei között, mert a Faragó Laura, Ferenc Éva, Budai Ilonka, Halmos Sebődó, meg én. Mi voltunk az az uh -huh. ötös fogat, aki vitte előre, de nem én nyertem meg, a Laura nyerte meg a, a röpőpávát. Viszont az volt a csodálatos, hogy... Azt mondtam magamba, hogy mivel nem akarom ezt csinálni, hát akkor jó messzire eltávolítom magamtól a közönséget. Mindjárt a szemük közé vágtam ilyen 18-20 verszakos balladát ami hát ugye... Nem volt könnyű de, a hát, számára. Nem bizony, nem bizony, mert inkább várták volna, hogy helyre tyú, 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 vagy valami mm -hmm. vidámat énekeljek, én meg mindjárt kegyetlen anya balladája. Meg ilyenek, hogy a madarak itták a vérét. Hát mindent, én, ami utálkozás volt, azt én mind kiraktam. És énekeltem ezeket a balladákat, és képzeld el, hogy Ezáltal fémjelződött a nevem, hogy senki nem mert ilyet csinálni, be ezek a Kamilla kiáll, és elénekel egy ilyen balladát is. Úgyhogy e, aztán e, először mondom, közönség riasztónak szántam ezeket a, ezeket a balladákat, és azt mondtam, hogy hogy nekem otthon azt mondták, hogy ne álljak ki, ne, ne próbáljak előre menni, ne törtessek, ezt végképp felejtsem el, hogy így, így az ember előre akar menni, ne akarjak előre menni, legyek ott szépen, és végezzem mindig, amit elvállalok, azt végezzem, csináljam meg. Na, ebből volt az, hogy amikor azért kiraktak a színpadra, persze, hogy azért, azért igyekeztem szépen énekelni, de utána is úgy örültem neki, hogy megszabadultam ettől. És kémesen volt egy előadásunk, mert közben kénytelen voltam leszerződni a rajkózenekarhoz. A rajkózenekart nagyon-nagyon becsültem, csodáltam azokat a kis rácokat, hogy a micsoda virtuozitással mi mindent tudnak, de, de kényszerből mentem oda, mert férjhez mentem. A férjem 250 ezer, 000... Mit mondok én? Mit mondok Néhány én? Igen, egy pár nullával kevesebb. 250 Igen. forint ösztöndíja volt, és én nekem pedig felajánlotta a rajkuzának és 1500 forintos fizetést kaptam, ami akkor bizony nagyon nagy pénznek számított. Pénz Igen. És hát velük jutottam ki először eh, nyugatra is, hát óriási volt. Viszont amitől azt éreztem, hogy ez az én helyem. És most mostantól kezdve Édes Jó Istenem enged, hogy még a rossz gondolataimat is elfelejtsem az pedig Kémes nevezetű helyen volt, ez Pécstől nem olyan messzire, egy kisebb falu, egy kisebb közösség. És ott volt az előadás, és azt láttam, mentem megint az még, még a szokásos 200 kilométeres balladával, és azt láttam, hogy az első sorban két olyan, Pufi úr, uh -huh. vörösre íz, és azt mondják, és beszélnek rólam, hogy ha -ha, mit csinálnának ők velem. Uh -huh. És dumáltak, miközben zajlott a ballada. És hát úgy megmérgelődtem, hogy hogy jól, jól rájuk néztem. Egyikre, másikra. Egyikre, másikra. Erre minket néz, minket néz, mondta így a két, két úriember. És akkor. Elindultam, volt egy, egy lépcső le a közönséghez. Ez egy lány voltál, most így hát csak közbevetőleg jegyzem meg, igen? Igen, de de nem tudtam, hogy minek a kellő közepébe érkezem, ugyanis szépen énekelve, kitartott a balladából, szépen énekelve lementem a lépcsőn, és megálltam a két ember között, nem mondom, hogy úriember, és beraktam a gitár nyakát a két ember fejek közé. Na addigra már olyan csend volt, és lila volt mind a kettőnek a feje, és hátul pedig voltak a romák és azok a romák, hogy mit csinál, mit csinál, oda ment, mit csinál, oda tette a fejét. Na a lényeg az hozzá, utána még mindig tartott a ballada szövegéből, visszamentem méltóságosan így, és azt éreztem, hogy el tudtam ezt a két embert hallgattatni. És ott a romák is csendben vannak, és száll a ballada, és szép, és édes jó Istenem, ezt miért nem éreztem eddig, hogy ez gyönyörű. Hát adni, mm. adni. És akkor, akkor ebből lett az, képzeld el, kiderült, hogy, hogy az egyik a fő-fő-fő-fő agronómus no. volt, a másik pedig a tanácselnök. Úgyhogy az, hogy én őket megszelídítettem, ez egy, ez egy borzasztó nagy fogásnak tűnt, és hát az emberek nagyon... Én, én, nekem nem volt ebből az az érzésem, hogy hú, de bátor vagyok, csak egy, egy mm. nagyon jó érzés, hogy, hogy a dallam, a szöveg mégiscsak lehet, hogy egy kis hozzásegítéssel, de mégiscsak hagytak. Csendben voltak és hallgatták. És onnantól kezdve mindig ezt a csendet vártam, és, a, és még a tapsnál is sokkal jobban szeretem azt, amikor az a, az a szinte megfogható csend van, amikor érzed, hogy eljut a másiknak a lelkébe. Mi lenne, ha most, most kézbe vennéd a gitárt, és, és most én csendben foglak figyelemmel hallgatni, és a nézők is? Mivel erdélyi származású vagyok, ennek a dalnak is köze lesz Erdélyhez. Balás Fecó írta, tudomásom szerint, 1989-ben. Fenn az égen csillagképben összesúgtak az angyalok. Féltek, hogy azt hittétek, a föld megáll, vagy lassabban forog. Egy régi dalban a velszi bárdok megénekelték, hogy győztetek. Győztetek, így akartátok ereinkben közös vércsorog. Itt a nap hogy együtt énekeljünk, tiltották, de mégis itt vagyunk. Hogy a gyermekek ne vessenek, és ne szóljanak. A fegyverek, tudtuk mi a ti hazátok, Egy anyában egy szív dobog. Csak kellett, hogy saját véretek itassa át most a földeket. Itt a nap, hogy együtt énekeljünk, tiltották, de mégis itt vagyunk. Hogy a gyermekek ne vessenek, és ne szóljanak a fegyverrel az égen. Egy csillagképben összesúgtak az angyalok. Féltek, hogy azt hittétek, a föld megáll, és lassabban Forró. Köszönöm szépen, megköszönjük szépen. Valami egészen elképesztő az, hogy te az egész földet a dalaiddal körbeutaztad. Az is egy csuda belőled, hogy 34 nyelven tudsz legalább egy dalt énekelni, hogy ezt miért vállaltad be, és aztán majd befejezem a kérdést is, a kérést, amivel szeretnék előállni. Szóval ez a 34 nyelv, hát ez, ez egy óriási teljesítmény, és soha nem zavarottál bele, mindig tudtad az adott helyen, hogy az adott versike hogy szól. Igen, szóval erre én egyáltalán nem tudatosan készültem. Ez csak amikor olyan már 20 fölött voltam, akkor döbbentem rá, hogy hú, ez a 24. 25. dal, 26. nyelven énekelek, jaj, de, de ez a rettentő nagy repertoár, ez úgy jött össze, hogy mentem tényleg, ahogy mondott, tényleg az egész földgolyót bejártam. Nagyon sokáig egyetlen magyar előadó művész voltam, aki mind az öt föld részen énekeltem. Szóval tényleg csak az észak kisarkon nem álltam oda a pingvinek közé, de ha egy brazil őserdőben összeütöttek két cintányét, én ott voltam és énekeltem. És Ekvádorba eljutottam, és, és, fantasztikus helyekre álltam ott, ahol a két óceán a jó reménység fokánál összetalálkozik. És, és hát erről muszáj volt verset is írnom, meg, meg, meg egyáltalán, ahogy, ahogy, a, a földrészek és a tengerek találkoznak. Hát annyi minden megadatott nekem, hányszor sírtam, hogy miért nem a fiaim, vagy miért nem a szüleim. Hogy, hogy nem tudom nekik megmutatni, úgyhogy rengeteget fényképeztem. No, és ezekre a feladatokra, tehát mindig az illető, ahova meghívtak, az illető országnak a nyelvén vittem mindig egy-egy számot. És ebből alakult ki, hogy sose, mint egy jól nevelt papagáj, nem leutánoztam, <Szor> hogy mit mondanak, hanem mindig olyan anyanyelvű szülötthöz elmentem, általában a... a a különböző nagykövetségekre mentem segítségét, és akkor valami gyereket vagy valakit megtaláltam, aki hajlandó volt velem hosszadalmasan foglalkozni. Úgyhogy például ilyenek, hogy rákas lejszor, rákas is véni tervek, mint egy pá, lempilemeszti, olen, kamilla dévai nagy, stb. 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 Tehát például finnül megtanultam egy órás műsort, angolul megtanultam, franciául, Franciául tudtam a magyaron kívül a legjobban, és spanyolul, meg hát Kíná, Kínában is. Sien, száj, siusi, siusi, vú fanycsong, csín, ej, dal, nimen, hao. Ez lehet, hogy ebben neked azért a, a, a zenei Persze. életet segített, nem? Tehát, hogy, hogy megtanul, a lássa, igen. Például én. a kínai nyelvnél nagyon nem mindegy, mert ha azt mondják, hogy csín, vagy azt mondják, csín, vagy Csí, ha felviszik a hangsúlyt, ha leviszik, most hasamra ütve mondok uh -huh. példát, hogy mindenki értse. Tehát ez, ez egy olyan dolog, hogy nagyon meg kellett a hanglejtést is, meg a, a, a dallamát, a ritmusát tanulni egy-egy nyelvnek. Úgyhogy ezt én úgy fogadtam, mint egy, mint egy csodálatos, megoldandó feladatot, tehát rengeteg munkát fetszöltem bele. Hát azért 34 nyelven, vagy nem tudom, azóta esetleg Igen. szaporodott. Nem, 34 a, az pont elég volt, mert ugye Guinness rekord is lett ebből. Az észak-koreai történetet, ha elmesélnéd, mert az nekem nagyon különösen tetszett, ugye a könyvedben olvastam ezt, és azt, azt e, idéz most fel nekünk. Na, megpróbálom. Hát ugye eh, Észak-Korea, ahol ugye a két korea nagyon-nagyon-nagyon szétvált, és nagyon-nagyon nem megfelelő kapcsolatban uh, voltak. És hát ugye Észak-Koreába a Honvéd Művész együttesen mentem, Novák Tatával, ugye Novák Ferenc koreográfus volt akkor a Honvéd Művész együttes igazgatója, és én velük mentem. És uh, és hát olyan volt, hogy hogy. Nagyon őriztek minket, nagyon csak arra vittek, amit ők meg akartak mutatni. Senki egy tapottat a csoporttól el nem mehetett, pedig, pedig, pedig így is olyan dolgokat fedeztünk fel, hogy abba bele se kezdek. Lényeg az hozzá, hogy, hogy a metróban, meg a kórházban, meg a vidámparkban ugyanazok az emberek voltak. Érted? Mm -hmm. Számunkra megmagyarázhatatlan és hihetetlen. Ez egy színjáték volt akkor, és... és és például a hotel, amiben laktunk, az is ilyen volt, mint egy hú, micsoda hatalmas nagy amerikai hotel, de közben ha a mi kis részünkről, ami egy, egy ilyen sáv volt, ahol tényleg laktak emberek, és hát alig lézengette egy pár ember, hát kimegy észak -Kóriába. És képzeld el, hogy, hogy átmentünk egy másik részbe, és olyan volt, hogy kinyitottuk az ajtót a liftnél, és nem volt lift. Egyszerűen és ott volt kialakítva de csak a falak amúgy rücskösen a szobák tehát a fele volt igaz a, a, még a felesége volt igaz a, a, ennek a hotelnek tehát nagyon nagyon érdekes dolgok voltak de a legérdekesebb maga az előadás volt e, olyan volt hogy amikor mentünk be látjuk először is ott egy színház mérete ott kezdődik hogy 6000 személyes az a kicsi az a kis méretű színház és azt láttuk, hogy tele van emberekkel. Hát megijedtünk, hogy hát nem próbáról volt szó, hát ez most előadás. Azért nem úgy van, hogy, hogy most ez itt próba közönség. Mondták, hogy aki holnap, a holnapi előadása nem fért be, azok ülhetnek ott, és hat ezer ember ült a székeken. És hát éppen próba próbaruhába, meg amúgy, ahogy az ember lazán megy, úgy mentünk mi a színházba, és hát annyi se volt, meg se kérdezték, hogy én nekem az énekhez egy gitár kell a számhoz, meg, vagy micsoda, egy mikrofon kell a, a, gitárhoz, és egy meg a számhoz. És senki se kérdezte, és álltam, mondom, most ezt milyen nyelven kinek mondjam. És, és aztán egyszer csak azt érzem, hogy te jó Isten, félre kell ugranom, mert a szoknyám alá bekúszik valami. I I I És azt pedig képzett gomnyomásra jött fel a mikrofon. Hát olyan I I I szintén gomnyomásra a hátunk mögött megindult egy vízesés. Vagy pedig, ami még elképesztőbb volt, szintén gomnyomásra, nem hittem volna el, ha nem a két szememmel látom, gomnyomásra kiemelkedett egy egész páholy. Székekkel, csillárokkal, mindenekkel együtt. Én Ekronban, Amerikában láttam egy nagyon modern színházat, ahol szintén valami hasonló módszerrel ilyen volt, na de hát ez még sokkal olyanabb volt. Úgyhogy hát csak néztünk, és amikor elénekeltem a magyar népdalaimat, ami a műsorban volt, akkor kapcsoltam, hogy hát én itt nem nézettem meg senkivel a kiejtést. Én azt ezt a dalt, amit koreai dalt, amit hoztam, azt egy lengyel. Embertől tanultam, aki nagykövet volt Koreában, hát őtől e tanultam. Ő azt mondta, hogy tökéletes a kiejtés, de hát azért ezt nekem itt most kellett volna valakivel ellenőriztetni. De hát nem. Hát mondom, most lesz, ami lesz, hát most eléneklem legfeljebb, majd este valakivel kijavítgatjuk. És képzeld, elkezdem énekelni, és ahogy az első szót, hogy. 아리랑 아리랑 Ahogy ezt elkezdtem énekelni, abban a pillanatban, mintha vezényeltek volna az embereknek, lehajtották a fejüket és elkezdtek sírni. Oh. És engem meg egy ilyen tutyogóval, ilyen volki, tolki, akármivel, <coughs> egy pillanat alatt így ez hallatszódott, és kirepítettek. Megfogott két markos ember, és kidobott a színpadról, jött a novágtat, hogy mit énekeltél te? Hát mi, mit, mit, mi, mi, mi? És elmondtam, hogy ári ránk hegyén átmentél, én édes rózsam, itt hagytál, nincs aki véd, de ugye visszajössz, visszajössz ári ránk hegyén át. Hát mondom, ebben semmi olyan nincs, amitől bőgni kellene. És hát közölte velünk a tolmácsom, hogy ezt nem énekelhetem el. Punktum másnap előadás. Akkor már vártam, hogy itt fog előbújni a mikrofon a szoknyám alól, és elénekeltem a magyar dalaimat, és közben egyfajtában dolgozott bennem a székely lélek, hogy hát azért hoztam, azért tanultam meg ezt a dalt. Tegnap sírtak, tehát értették. Akkor mi lenne, ha én ezt mégiscsak elénekelném? És még a, a, amikor a, már a meghajlásban voltam, és még akkor se tudtam, hogy merem, vagy nem merem. Mert azért elég nyilvánvalóan. Hát, a lehet. Igen, felülni. és úgy kihajítottak tegnap, hogy én most, most merjem, és ráadásul meg az első emeleten ott ült a Kim Ir-sen. Ott a, egy erkély, tehát majdnem egy magasságba és én szemközt néztem a Kim ir láttam, minden mozdulatunkat fényképezték, tehát minden híradóban mi szerepeltünk, mert 30 év óta ekkora volumenű társaság, művészi társaság nem volt Észak-Koreában, tehát minden kis új rezegésünket is felvették. És én belenéztem a kamerába, és azt mondtam, hogy és remegett a lábam, remegett, mert mondom, most mi van most? Hát, mivel élő televíziós közvetítés van, talán nem pufantanak le. De mondom, valami biztos, hogy rám fog járni a rúd, és képzeld el, ezt így elkezdtem, ezt hallom így a hátam mögött, de nem dobtak ki. És akkor énekeltem tovább, és így, így szemközt nézve az, azt képzeltem, hogy ott van a Ceausescu, és én Kolozsvár színpadán énekelem az eredeti régi magyar himnuszt székely himnuszt. És énekeltem, és azt éreztem, nem számított, hogy azonnal nekiálltak megint az emberek, zokogtak, zokogtak, hat ezer ember így, érted? És énekeltem, nem törődtem semmivel, úgy éreztem magam, mint zsándárk. És vége volt, és meghajoltam. És óriási nagy csend. Ugyanis mindenki zokogott, és lefele nézett, nem is látták, hogy én meghajolok. Úgyhogy a hegyem, hogy valami gondot ne okozzak, úgy megpróbáltam kiavászkodni valahogy. A, a, odaértem a, a színpad széléhez, és akkor dördült fel a taps. És hát meg is állt a műsor, mert visszatapsoltak, még egyszer visszatapsoltak, sírva, felállva. Szóval olyan tombolás volt, hogy az, az, az szerintem Észak-Koreában ilyen előtte nem nagyon volt. És és aznap se tudtam meg, hogy mi volt ez, és másnap, amikor véletlenül a tolmács volt csak egyedül a buszba, így körülnézett, hogy nem hallja senki, és kérdeztem tőle, hogy mi volt ez tegnap, mit énekeltem, mert amit énekeltem, nekem ezt fordították le, hát én, én, én rosszat nem akartam. És erre azt mondja nekem, hogy te vagy nekünk, nagyon nagy áldás. Te vagy nekünk csoda, mert ez dal meghallani se volt szabad. Ez dal, ha valaki hallgatta, csak hallgatta, már akkor ment börtön vagy kivégzés, és megöltek ember, hogy nem lehet, ez dal 30 éven nem lehet, ez a dal nekünk van legszentebb dal, ez van nekünk szívünk, ez van nekünk, tudod, két Korea van, nagyon rossz viszony, és ez a hegy ennek a hegynek a neve Arirang. És ez van Dél-Korea. És nekünk ez dal meghallani se szabad. De most te elénekelted, akkor nekünk te most vagy egy a hegyel, te vagy nekünk, Arirang. És olyan csodálatos volt, hogy onnantól kezdve bárkit láttam, hiszen mindenki, aki, ott is egy televízióállomás van, tehát aki Él és mozog, az mind látott minket ott a televízióban. És ezt az árirángot mindenki hallotta. És másnap mentek, vittek minket a koreai filmgyárba, és képzeld el, kiállt egy, egy, egy jó pár színész ember, nők, férfiak, és így álltak, álltak így, és, és nézték, suttották, hogy áriráng, áriráng, áriráng. Így, és akkor egy idős eh, színész, letérdelt előtte, megcsókolta a kezemet, és könnyes szemmel azt mondta, hogy Arirang. És ez nekem egy, egy, egy végtelen ö, csodálatos emlék maradt. Mennyi ilyen történet, vagy mennyi ilyen helyzetet, vagy mennyi hasonló elementáris érzelmeket kiváltó pillanatot élhettél át? A homlokpánt története. Ugye hát ez, ez elképzelhetetlen, vagy sok-sok-sok sok éve, évtizede, hogy te enélkül bárhol is fellépj, megjelenj. Az első pántot hol és kitől kaptad? Há, ez is nagy történet, igyekszem rövidre fogni, de ezek, ezek úgy tolulnak előmben, mikor, mikor rákérdezel, hogy látom magam előtt a helyszínt, 1975, akkor voltam először. Észak-Amerikában, 40 államban léptünk fel, a Budapest Tánc Együttes vendégénekeseként voltam, de ennek is egy óriási előző története van, ugyanis eh, 1974-ben, márciusban eh, Párizsban voltam. És ott pedig senki nem beszélt, a Bartók négyes volt, és én a két szereplő, hogy ez a népdal, és ezt Bartók így fejlesztette tovább és behívtak minket a rádióba, de senki nem tudott rajtam kívül franciául. Én meg akkor érettségiztem pár évvel előtte, tehát hála Istennek nagyon folyékonyan ment, úgyhogy engem vonzoltak oda be, és hallotta a Mirej Mátyőnek az impresszáriója. Monsieur Jourdan, És és hát e, már én, mire visszaértem a magyar határa, már a családom azzal fogadott, hogy a Mirej Matyói, Impreszáriója hív téged Párizsba. És tényleg az volt, hogy a Kessler nővérekkel, a hosszúlábú Kessler nővérek, akkor a aki a franciák honti hannája, Distel, aki akkor óriási nagy sztár volt, és, és én. Így voltunk a szereplő gárda és Kanban egy hónapon keresztül énekeltünk, és ott volt egy Thomas Thompson nevezetű úr. Én nekem semmit sem mondott Thomas Thompson, ennyi. Monsieur Jourdan jön a narancs ligetes kis öltözőn és azt mondja, jön a Thomas Thompson, jön a Thomas Thompson. Hát én nekem nem jön, mondott semmit. És akkor erre azt mondtad, hogy de a, a Columbia Pictures vezérigazgatója, akik ugye a lemezeket is nyomják ki, meg, meg az a hölgy, aki így tartja a fákját a kezébe, az a Paramountnak a, a uh -huh. hölgye. Tehát az, az, az a Columbia Pictures. Hát akkor nekem is egy picit megrezent a lábam, de hát ugyan, mit jön az úr, egy vakhangot nem tudtam akkor angolul, úgyhogy a Monsieur Jourdain fordított, és ezt hallottam, így kerültem ki Amerikába, hogy, hogy kedves Kamilla, én most jöttem Magyarországról, meghallgattam az ottani énekeseket, aki nagyon jól énekelt, az öreg volt, vagy csúnya volt, vagy kövér volt, aki pedig nagyon szép volt, az meg nem énekelt <laughs> jól, de most én itt látom magát, eljönne Amerikába három és fél hónapra. Úgyhogy ez ilyen meseszerű. No, és akkor ezen a három és fél hónapos turnén e, nagyon sok felementünk, ahogy mondtam, 40 államban léptünk fel, és az egyik helyen elvittek minket egy indián rezervátumba. Én távol maradtam, pedig valami, valami ruhákat gyöngyözött, meg hajpántokat gyöngyözött. Ez, ez az egy darab öreg indián, aki ott középült volt a terembe. Beözöldött a Budapest táncegyüttes, én hátul maradtam, így néztem a, az öreg indián fele, és felnézett. És meglátta az arcomat, én meg utána ilyen voltam, hogy jaj, egy indiánt annál jobban nem lehet megbántani, mint hogy hogy Bánu. sajnálja. Ja, sajnál. Hogy sajnálja az ember. Hát Igen. ennél borzalmasabb nincs. Akkor meg azt se tudtam, hogy most most hova tegyem magamat, hogy megbántottam ezt az indiánt, pedig én minden indián könyvet elolvastam, és ott a szívem értetek. És képzeld el, hogy ezt is még egyszer felnézett, és úgy, úgy lehetett látni, hogy megint találkozott a tekintetünk. És akkor egy pillanatra egy lenézett, megfogott egy már kész hajpántot, ami előtte volt, így, ebbe, a, én ott álltam mondjuk, és rám nézett, fogta a pántot, és elkezdett lépdelni, nem tudom más, mondani, ilyen puhá lépdelni, hogy szétnyílt a tömeg, és egész egyszerűen mindenki hirtelen cseppelett, megbiccentette a fejét, fejembe húzta a hajpántot, mosolygott, biccentett, és visszament. Soha többet nem is nézett rám. Meg se tudtam köszönni, annyira elképesztő volt. És képzeld el, amikor hazajöttem, és persze, hogy a, a, a szereplésekkor nem hogy jön össze a népdallal, de azóta már népi díszeket próbálok a fejemre tenni, meg népi hímzéseket, meg mindenfélét, ami a ruhához illik. És amikor hazaérkeztem, akkor jöttem ezzel a hajpántal, meg a csomagommal, és így, így kiabáltak utánam, és lekaptam a fejemről. És vagy fél évig tartottam, még azt mondta, megmagyaráztam magamnak, hogy ez egy jelzés, hogy, hogy most jól vagyok, most emberi fogyasztásra alkalmas vagyok, jókedvű vagyok, nincs bajom, minden rendben van, akkor én felteszem. Ennél mennyivel többet kellett az indiánoknak vállalni, és szenvedni, és én csak ettől a hú, hú, ettől, ettől lekapom. Hát nem. Ezt én egy öreg indiántól kaptam. És azóta ez nálam jelzés. Tehát ha fejemen van, akkor tuti biztos, hogy minden rendben van. Nagyon-nagyon sokáig még takarításkor, otthon még abba is aludtam sokszor. És hát millió van természetesen. A te művészi életedről, pályádról beszélgetünk, de hát azért te ezt nem tudtad volna végig csinálni, ha nincs mögötted egy család. És ugye a könyvedben is, és ugye a második, harmadik részt még nem olvastam, többször is visszatérsz, hogy a szíved szakadt meg, amikor a kisfiadat vagy a kisfiaidat kellett otthon hagyni és fellépni, menni, vagy épp elutazni. És nem ezt szeretném most felidézni, hogy a te anyai szíved akkor mit élt át, az érdekel, hogy a fiaid ma felnőttként, emlékeznek-e azokra a pillanatokra, vagy megbocsátották-e azt, hogy az édesanyjuk bizony olykor ott őket? Jaj, de jó, hogy ezt kérdezed, mert amikor felnőttek lettek, akkor nagyon-nagyon nehéz szívvel minden egyes nélkülük töltött percet fájlalva megkérdeztem őket, hogy nem örültetek volna egy, egy, egy Titkárnő anyukának, aki ott van veletek, mindig, minden percben. És a felnőtt fiaimtól azt kaptam, hogy senkivel soha el nem cserélnének, mert hogy azokkal a kis uta ajándékokkal, meg, meg cédulákkal én nagyon jól tudtam bennük tartani a lelket, mert amikor elmentem, akkor a cipőjükbe, a ruhájuk zsebébe, a, a fürdőszobába, a konyhába, a tányérok közé, minden üvé eldugtam egy-egy kis cédulát, hogy Kukucsi, itt vagyok, most is rátok gondolok. Aztán máskor, hogy ugye, tudod, hogy édesanyád mennyire szeret, és akkor akkor ezek. Uh -huh. És ráadásul legalább egy-egy ilyen utazás, ja ez volt az egyetlen ilyen hosszú út, soha többet, uh -huh. ebből tanulva soha többet nem mentem. Egy hónap volt, ami, amit uh, maximálisan nagyon nehezen el tudtam rendezni, úgyis, hogy akkor az édesapámékhoz mentek a fiúk, vagy, vagy a másik nagymamához mentek, tehát mindig, mindig gondoskodtam róluk, és hónapokkal előtte készültem különböző kazettákkal. Képzeld el, hogy mindig esti mesét mondtam az életkoruknak mm -hmm. megfelelően, és, és, és mindig mondtam rá valami olyat, hogy, hogy ne érezzék azt, hogy én most nem én puszilom meg őket elhalvás előtt. És nagyon-nagyon és boldog vagyok, hogy, hogy ezt így szemközt, négy szemközt, így, feketén-fehéren nekem elmondták, hogy tényleg senkivel nem cserélnének le, és lehetett érezni, hogy ezt nagyon őszintén mondják. Úgyhogy én most is csodálatos kapcsolatban vagyok a fiaimmal. Két fiad van, felnőtt férfiakról van már ugye szó. Ők mivel foglalkoznak? Hát a balásfiam. fiam, a balásfiamat fiamat nem tudtam a színpadról elparancsolni, és nagyon keményen ki voltam tiltva a főiskoláról négy év alatt is, hogy ki ne derüljön, hogy az én fiam, hogy ne az legyen, hogy én miattam bármit megkapjon, vagy bármit ne kapjon meg. Úgyhogy álnében jelentkezett a főiskolára is, úgyhogy színművész lett. Először a Katona József, Zsámbéki osztályba járt, a Katona József színháznak volt tagja, utána átment a Bárkába, mellette dolgozott a Maladipe színházban is, és jelen pillanatban egy Csodálatos társulatban. Kimerem mondani, hogy bőven helyük lenne Budapesten ennek a társulatnak, mert egy csodálatos társulatban nagyon jól érzi magát, nagyszerű szerepeket játszik. Tehát boldog és büszke vagyok. A másik fiam pedig a menyem hatására hatalmas, nagy varga betűt tett. Ugyanis ő neki még jobb a beszélő készüléke, mint a Balázsnak. Balázs megtanult nagyon szépen és jól beszélni, de ő inkább hadarós volt. Bálintnak pedig egy olyan gyönyörű, barna, sejmes, jól, szépen kimondott beszélőkéje van, tehát öröm hallgatni, és ő a Duna televíziónál volt egy darabig riporter, de... Ő is ezt kapta otthonról, hogy ne ezt csináld, te csak akkor jelentkezzél, de nem tudta a saját érdekeit úgy nézni, és úgy lecsapni egy-egy interjúra, ahogy, ahogy szeretett volna. Ő mindig azt csinálta meg, ami a maradék volt, és akkor megismerkedtek a menyemmel, és a menyem akkor banknál dolgozott, a Citibanknál banknál, és a fiam először csak egy ilyen, egy ilyen kis telefonos kis emberke volt a banknál, később pedig elvégezte a Kodolányi Egyetem mellett, elvégezte a közgazdasági egyetemet is, és azóta hát banknál dolgozik, de, de nem ilyen pénzzel foglalkozó ember, hanem, hanem ilyen tanácsadó szerepe van, és méghozzá nagyon büszke vagyok rá, mert Angolul, németül olyan szinten beszél, hogy ő most egy Bécsi banknak a budapesti képviselője. Úgyhogy ő az, aki mindig megmenti a családot, mert ugye hát pandémia helyzet is volt, meg egyébként is a kultúra azért eléggé béka feneke alatt van, már bocsánat, hogy így mondom, tehát nincs annyi előadás, és éppen ezért időnként hol innét, hol onnét kifogyna a pénz. És az én Bálint fiam fogja szépen összerakja az egész családnak az összes számláját ő kezelés, ahol borulna, ott a sajátjából betesz, aztán visszarakja, és ezt mind szépen jegyzi, úgyhogy, úgyhogy van egy ilyen jogod. Felülvigyázónk is van, igen. Ezzel kezdtem a mai beszélgetést, hogy, hogy tanítasz, és most már 27 éve működik az iskolád, ami hát óriási dolog, hogy valami, amit te megálmodtál, létrehoztál, az tud működni ennyi éven keresztül, mert sok olyat hallunk, hogy valaki elindít valamit, de aztán ilyen olyan, amolyanokból feladja és, és befejezi, de honnan jönnek tanítványaid, és mit akarnak ők megtanulni, amit csak tőled kaphatnak meg? Hát nem tudom, hogy, hogy csak tőlem-e, de az biztos, hogy arra jöttem rá, hogy amikor az autóba balesetem után még járni, mert ugye nyaktól lefele lebénultam, ujjam majd nem leszakadt, itt, itt hordom a jó Isten ujjanyomát, nagyon sok helyen elmondtam, mert nem tragédiaként éltem meg. Először igen. Először csak meghalni akartam, visszamenni a fénybe, és, és, és nem akartam élni. De amikor kiderült, hogy a gitárom, aki, és te is mondtad, hogy nem ami, nem tárgy, társ, hanem társ. És, és amikor kiderült, hogy a gitárom, azt a majdnem halálos autóbal esetet, azt a 120 méteres forgást egy puhatokban a hátsó ülésen vészelte át, faforgácsá és húrhalbazzá kellett volna legyen, és ehelyett, amikor a hasamra tették, ez az egy kezem mozgott, a többi az béna volt. Ez ez is így, hogy ez a két ujjam volt. Ezzel mindjárt összeírtam, amíg nem tudtam rendesen beszélni. Addig összeírtam egy 86 oldalas verses kötetet, És hát mondom, eltelt egy hónap, amikor elő az egyik nővérke. Gizella szanatóriumban voltam Visegrád mellett, és, és a gitárt. És én először tudni se akartam róla, hogy mi lehet a, a hangszerrel. Hát biztos összetört, hát Lekötetlenül puhatokba, hát megkopogtatod és összetörik, hát mm. hogy. És nem volt elhangolódva. Ezzel az ujjammal megpendítettem ide a hasamra tette. Az is egy az olyan szertartásos mm. mozdulat volt, ahogy a nővérke a pocakomra tette a gitárt. Tényleg, mint egy frissen szült mamának a gyerekét oda teszik. És megpendítettem, és hát a hajam szála is égnek állt, mert kristálytiszta volt a mínusz 22 fokos autóroncsból a plusz 22 fokos e, szanatóriumi hőmérsékletbe érkezett, és ez akárhogy nézem, bármennyire nem tudok számolni, ez közel 50 fok hőmérsékletkülönbség, tehát le kellett volna pattogzani a húroknak róla. És ehelyett kristálytiszta volt. Na ez a pillanat az, ami engem nagyon megváltoztatott. Abban a pillanatban feltettem ezt a kezemet, és azt mondtam, hogy igen, uram, Értettem. Ő megmaradt, hát akkor valószínűleg azért, hogy én is kapjam össze magamat. Béna vagyok, uram, törött, szétesett, de megbízhatsz bennem, uram, mert mindent meg fogok tenni. Fogod látni, ahol már én nem bírom, ott biztos segíteni fogsz, én ebben bízom. És onnantól kezdve egy olyan látványos javulás indult meg, hogy nagyon, és ezt az időt használtam én fel arra, sose képzeltem, hogy én bármikor újra színpadra állhatok. Hát még a kerekesszékbe is lehetetlenség volt, hogy, hogy kerekesszékbe átültessenek, ahhoz is egy hadsereg kellett, hogy mozdítsanak. Pedig nem voltam kövér. Na a lényeg az hozzá, hogy, hogy elgondoltam, hogy lehet, hogy ezt az időt szánták oda fentről nekem arra, hogy készüljek fel arra, hogy kiknek és mit tanítanék. Kik azok a tanárok, és kik azok az egyéniségek, akiktől nagyon sokat lehet tanulni. És 14 csodálatos embert szedtem össze, Sári László a Zeneakadémiáról, zeneszerzést és ritmust tanított. Vaha Imre tanár úr, beszédművészetet, ott nálunk a Krónikás zenedébe. Akkor... E, e, a Móger Ildikó, a Pécsi Balettől mozgásművészetet, mert a gitárral is valahogy kell mozogni akkor a drága Dabóci Veronika klasszikus gitárt, akkor Mádi Szabó Katalin, a Színművészeti Egyetemnek a, a nagyszerű De. musical osztályának, illetőleg musical tanszékének a vezetője. Ő a mai napig is ő tanít képzeldéneket nálunk. Egyszerűen fantasztikus, hogy félig süket, félig mozgássérült, mégis szedi hármasával a lépcsőket, és az bezeg meg, ha valaki aki nem jól énekel, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. Szóval ilyen tanárokkal beszéltem én, először még onnét a szanatóriumból, és akkor botokkal, mankókra támaszkodva nyitottam meg október 16-án ezt a krónikás zenedét. Először krónikás ének zeneiskola volt a nevünk, de aztán Későbbiek folyamán megérdemeltük, hogy ilyenre rövidíthessük a nevünket, és kérdeztet, honnan jöttek. Hát nagyon szomorúan mondom, hogy először nem Magyarországról. Valahogy úgy, úgy híre ment, de nem is tudom, hogy hogyan, mert soha nem hirdettem meg az iskolát. 27 év alatt egyetlen egyszer sem. És mindig megtöltődnek a helyek, először is azért, mert nem kell annyi énekes-gitáros. Dunát lehet rekeszteni velük. De szakmailag... Megfelelő emberkéket képezni, hát azt viszont meg arra jöttem rá, hogy Európában sincs olyan, ahol az éneket és a gitárt egyszerre tanítsák. Mert ez két nagyon különböző dolog, és nagyon máshogy kell ülni is, máshogy kell venni a levegőt, nagyon nehéz. De kitaláltam egy módszert, ami mostanra már tényleg, tényleg bevált, és els, elsősorban Erdélyből, Kárpátaljáról, délvidékről, tehát a trianoni emberkék jöttek először, és hát tudod, amikor együtt énekli egy vajdasági, egy erdélyi, meg egy kárpátaljai a nemzeti dalt például, akkor annak olyan, olyan ereje van, és olyan emberszívet rázó, és hát azért hadd dicsekedjek, hogy az én növendékeim között van a most idén eh, liszt díjat kapott Misztrál együttes. Az operában, az operaházban, állami operaházban hárman vannak, Szakács Ildikó, aki ég királynőjét is énekli, és Szabó Gyuszika Szászrégenből, aki előzőleg a, a Macskák című darabban is játszott, és a Madágy Színháznak volt tagja, most már átment az Operaházba feleségével együtt, és Csoboja József, aki Kárpátaljáról, Beregszázból érkezett, és, és és akkor hadd mondjam, hogy most mutatták be nem olyan nagyon régen az Operet Színházban, a Luxemburg grófját, és a Luxemburg grófja az én dövendékem, György Rózsa Sándor, Gyergyó Remetéről. És még sokat mondhatnék, regélők együttes, osztováta együttes. Erdéből voltak, akik hazamentek, akik, akiket nagyon felfedeztek itt, Kurkó Józsika a turai ida színházból abszolút főszerepeket játszik. Tehát, Vanyarobi, Tardoskedről, Felvidékről. Hát, no, se végesen hozta a felsorolásnak. Tudod, hallgatlak, és jó hallgatni, és azt a szenvedélyt, tüzet érezni, ami benned van, és közben mégiscsak átvillan rajtam, bár éppen most cáfoltál meg, amit az előbb elmondtál, hogy tehát mi a jövője a magyar népművészetnek, a népzenének, ebben a nagyon zajos, és akkor most maradjunk a zenénél, ebben a nagyon zajos zenei világban, ami körülvesz minket. Én pont azt gondolom, hogy minél csicsásabbak, és minél eh, eh, kiszolgálóbbak a könnyű zenei műsorok, nem a médiában, de a médián kívül mindenütt szükség van ránk. Ha én most száz fele tudnék osztódni, minden nap tudnék eh, helyet, ahol, ahol, nagy szeretettel várnak. Egyet hozzáteszek, nem pénzért. Mert örülök, ha az úti költséget ki tudják fizetni, nagy megtiszteltetés, a tiszteletdíj is van, mert a, a különböző celebeknek ilyen 300, 400, 500 ezer forintok azok járnak. De ezt megint nem keserűséggel mondom, és nem irigységgel. Mert amit ők Viszont annyira nem tudnak megkapni. Mi megkapjuk az emberek szeretetét. És ez akármilyen elcsépeltel és lerágottan hangzik, ez akkor is annyi erőt ad az embernek, hogy, hogy megyek valahova, ide vagy oda, vagy Erdébe, vagy hát most szándékoztam megint Kárpátaljára menni, de hát ilyen, ilyen viszonyok közt nem. Pedig kell nekik. Pont ez a csendes. Lélektől lélekig ható szó és dal kell. Mert a nagy, ilyen nagy csimbum akármik, azok, azok, azok nem olyanok, mintha oda viszed, a lábuk elé teszed a kincset, amit, amit, amit te megőriztél, lehet ők már kezdik felejteni, de amikor elviszed oda azt a dalt, ami az övék, akkor egyszer csak elkezdenek. Én még mindig ilyen naív vagyok, nem hogy, vagy naív, és jó, hogy hiszem, igen vagy. hiszem azt, hogy akkor eszükbe jut, hogy, hogy jé, nekem is ilyet énekelt a nagymamám, és csak elkezdenek hmm. énekelni. Sok mindenről beszéltünk, és nagyon sok mindenről meg nem. Tehát a három kötetes élete, a történetét ajánljuk ugye mindazoknak, akik még sok mindenre kíváncsiak belőled. Nem foglak már kérdezni az idő múlásáról, mert aki téged most látott, hallott, nem foglalkozik, hogy mennyi az annyi. Úgyhogy így végezetül majd arra foglak kérni, hogy, mert megígérted ugye, hogy, hogy egy, egy, ilyen korhatártalanul korúaknak szóló dallal fogjuk zárni, de előtte én hadd adjak át neked valamit. Nagyon kedves támogatónk, a Finklub, csupa egészséget és szépséget kínálnak ők. Én bevallom neked használom őket, és nagyon szeretem, úgyhogy akkor fogad szeretettel. Ez olyan nagyon Köszönöm. nekünk való. Oi, ebből igen. már a formátumból látom, meg az alóéról, hogy ez én is valószínűleg használni igen, mindenféle fogom. mindenféle finomság van benne. Én elköszönök a nézőktől gyorsan, hogy felett fejezhessük be, úgyhogy önöknek nagyon szépen köszönöm, hogy ma is kíváncsiak voltak ránk, velünk tartottak, és őrizzék meg ezt a jó szokásukat. Kamila, nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk. Hát az idő az elrepült, úgyhogy akkor ajándékozz meg minket végezetül. Hát akkor egy olyan dalt énekelnék el végezetül, bőven elárulván a koromat, hogy én már 70-en is túl vagyok, és nem szégyellem, én ennek a kornak is megvannak a maga örömei, például a hat unokám, úgy nem fejezhettük volna be a műsort, hogy nem mondjam, hogy van hat unokám. Legkisebb egy éves múlt február másodikán, a legnagyobb pedig 19 éves lesztem sokára. Úgyhogy végtelen öröm és boldogság, és hát a születésnapom, a 60. születésnapom az valahogy nagyon szerencsétlenül sikerült, és éppen ezért, hogy felvidítsam saját magamat, megszültem ezt a dalt, szövegét és dallamát is. Tudod, nem rossz évjárat a hetven, te is biztos lehetsz ebben. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel hetven. Tudod, nem rossz évjárat a hetven. Te is biztos lesz ebben. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel hetven. Figyelj, pajtás, ketyeg az óra, Minden nap úgy térsz nyugovóra, Hogy eltelt megint 24 óra, Rá sem mersz nézni a mutatóra. Ketyeg az óra, bizony testvér, Megint egy évvel öregebb lettél, De nem tudják azt a fiatalok, Miért jó az, hogy hetven vagyok? Tudod, nem? Évjárat a hetven, te is biztos lehet ebben. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel hetven. Három gyermek kacag rám, nem csaphat a bánat lerám. A gyermekeim, gyermekei ők, tőlük kapok lelki erőt. Tőlük kapok mindig bíztatást, tőlük látom én a folytatást. Tudod testvér, ez a nagy csoda, ha rád nevet, a most már hat unoka. Tudod, nem rossz Évjárat a hetven. Te is biztos lehetsz ebben. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel hetven. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel hetven. Hogyha úgy állnak a csillagok, te is leszel hetven, nyolcvan, kilencven, száz. Thank you